Üdvözlöm, kedves barátaim! Most nagyon jó programunk volt. Budapesti Hare Krishna templomba fiatal szerzetes laknak, akik gyakorolnak lelki életet, missziót, terjesztenek könyveket, lelki tudást mindenki számára, és ugyanakkor el vannak mélyülve lelki gyakorlatokban, tanulmányozásokban, szentírás tanulmányozásokban, és természetesen ez egy közösség, és ezért fontos, hogy egyensúly legyen, és egészséges legyen a közösség. Valamikor együtt lelki gyakorlatokat végzünk, valamikor tanulunk együtt, olvasunk együtt, valamikor mindenkinek van egy saját szabadidő, hogy saját magával foglalkozon, magára szálljon időt, és van közösségépítő vagy csapatépítő programunk, ez is nagyon fontos, szóval nem lehet kizárni egyiket sem. Most pont a héten volt egy ilyen programunk, amikor mindenki összejött, és akkor kibéreltünk csónakokat, és elmentünk evezni. Természetesen néhány csónakban voltak a férfiak, más csónakokban voltak a hölgyek, és akkor voltak azok, akik már eveztek, és tudtak, hogy hogy kell haladni, voltak, akiknek mély víz volt, és ezért gyakoroltak, tanulták közben evezni. Valakinek fizikailag kihívás volt, és utána izomláza volt. Jó, sokat mentünk, másfél óra. Gondolom azok számára, akik kevésbé sportolnak, nekik ez tényleg sok volt. Akik sportosabbak, azoknak az nem egy kihívás volt, de mindenféleképpen élmény jó volt. Itt az volt a fontos, hogy együtt legyünk, legyen egy közös élmény. Először mentünk fölfele, a Dunának a sodrásával szembe, az lassabb volt. Természetesen. Visszafele már könnyebb volt, lehet, hogy háromszor olyan gyorsan visszajöttünk. Aztán kikötöttünk egy helyen, ahol nagyon szép kis part, természet. Megtörtént a Vajsnava partraszállás itt. Szentendrei sziget mentén, és most éppen készítjük a bográcsot, Adós Prabhu vágja össze a fát, pedig rakjuk a tüzet, úgyhogy remélhetőleg lassan beérkezik másik két hadihajónk is, és akkor neki tudunk állni a praszádom készítésnek, azon kívül meg fürödni fogunk, és tud enni. És ott bográcsba főztek finom bablevest, volt hozzá kis kenyér, volt, akik énekeltek, valakik fürüttek, valakik olvasták közösen. Szóval egy ilyen szabad program volt, és akik akarták, ők csapatban voltak, egyikben, másikban, valakik csak másik csapat alá mentek fürödni. Jó pihenő volt, kikapcsolódó volt, kapcsolatok, építés történik ilyenkor, amikor nincsen hivatalos program. Lehetett látni, hogy ragyogták a fiatalok, és elégedettek voltak.
másnap mindenki elmondta, milyen jó élmények voltak, és persze fáradtak voltak, mert ha bár nem volt túl nagy erőfeszítés, de azért másnap mindenki érezte, hogy mozogták előző napon. Rendszeresen szoktunk csinálni hasonló formátumú programokat. Szeptemberben lesz még egy kicsit nagyobb, ahol nem csak a templomiek lesznek, hanem egész Budapestnek a közösség. Mert a nagy közösség is vagyunk, egy közösség, ugyanúgy szoktunk országosan is programokat csinálni, ezek nagyon fontosak, amikor csak egy jó hangulatba, egy jó kapcsolatot építünk egymással, megismerkedjünk egymást jobban, és utána boldogon végzünk a missziót. Köszönöm szépen, Hare Krishna!